Sziasztok, ez itt a Flashbog új része koronavírus idején. Ugye az előző részben arról volt szó, hogy a szerhasználat az esetek 99%-ában, hogyha rendszeressé válik, akkor lelki problémák, illetve öngyógyítás céljával történik, tehát nem azért, mert hogy milyen jó a parti, hanem azért, mert milyen szar nekünk, és a bármilyen cusszal jobb lesz. Hát most mindenkinek elég szar a vírus miatt, úgyhogy ezért is lesz izgalmas mai téma, ami arról szól, hogy ha benne van az ember, akkor hogyan tudna változtatni bármit is. Ugye akkor, hogyha mondjuk a középosztályba tartozunk, és otthon tudunk maradni, az tök jó, és szerhasználók vagyunk, akkor kétfajta probléma jelentkezhet. Az egyik az, hogy elcsúszik nagyon durván a szerhasználat, még az alkalmi használóknál is. Tehát aki csak néha alkalmanként használt ezt-azt, az lehet, hogy a bezártságtól jobban rácsattan a szorongás oldásra, a magány enyhítésére és a társas kapcsolatok hiányának az enyhítésére. Bármilyen cuccról van szó, legyen az alkohol, Xanax, fű, heroin, akár, bár elég kevés, bár vannak középosztálybeli heroin használók is, de a jó részük, illetve a jó részük azoknak, akik már függők és problémás használók, azok nem otthon vannak és nem megszegve a kijárási tilalmat elmennek a természetbe, hanem hát ilyen helyeken csöveznek adott esetben. Ami a maradj otthon típusú felszólításra, hát mit mondják. Szóval, otthon maradunk és szerhasználók vagyunk, akkor ez az egyik veszély, ami fenyegethet, vagy az unalom. És a bezártság és a szorongás és a stressz megdobja jóval. Jóval inkább a szerhasználatot, mint korábban. Nehezebb a dolog, hogyha problémás használók vagyunk, szóval ha már rendszeresen használtunk valamit, mert akkor totál szét lehet csúszni. Ha pedig függők vagyunk, akkor pedig ugye bezárultak a vonalak, vagy nagyon nehéz beszerezni, de akkor meg egyáltalán a vírus a legkisebb problémánk. Úgyhogy ezt a videót egyébként jó rész szerintem ilyen középosztálybeli felhasználók nézik, tehát akik mondjuk itt csöveznek, azok biztos nem. Úgyhogy a nekik szóló hát jó tanácsaim nincsenek, mint hogy senkinek nincsenek jó tanácsaim, viszont egy-két tapasztalatot meg tudok osztani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogyha észreveszünk azt, hogy a szerhasználatunk, vagy a környezet veszi észre általában először, hogy a szerhasználatunk az meg kezd gáz lenni, akkor jön az első, hogy hát elkezdünk panaszkodni magunknak, meg a környezetünknek, hogy az meg ez nem jó, le kéne állni, valamit csinálni kéne, nem akarok ilyen helyre kerülni, basszus, nem akarok lecsövesedni, és jön az önsajnálat. Az tény és való, hogy egy önsajnáló függőnél, vagy egy önsajnáló drogosnál, vagy egy önsajnáló alkesznél nincs unalmasabb, az tudni. Tehát az iszonyú unalmas, amikor valaki ott van hát igazából minden lehetősége megvan arra, hogy változtasson, de nem változtat. Erre van egy ilyen aranyköpés, ami hát sajnos elég gonosz, de úgy hangzik, hogy ha valaki nyavajog, de még nem változtat, akkor nem fáj neki eléggé. És ez azért nagyon sok mindenkinek megfigyelhető, illetve azoknál a szerhasználóknál is, akik ugye hát relatíve jó anyagi helyzetben vannak, vagy fent tudják tartani a cuccozásukat, azoknál abszolút ez az önsajnáló metodika működik, és ezt a környezetnek nagyon nehéz elviselnie. Én is a tökre ebbe voltam egyébként, még akkor, amikor nem voltam függő, úgymond olyan durván függő, tehát hogy nem ilyen helyeken éltem a mindennapjaimat, nem ez volt az otthon, ahol otthon kellett volna maradni, hanem még volt egy nagyjából normális életem. De már éreztem, hogy gáz van, akkor ugyanígy működtem. Tehát egyrészt hazudtam mindenkinek, panaszkodtam mindenkinek, és lehúztam mindenkit, és átvertem mindenkit, és megbízhatatlan voltam, és a többi, és a többi, és a többi. És ha ezt vesszük észre magunkon, akkor ideje változtatni, viszont a változás nem megy egyedül. Tehát érdemes segítséget kérni. A környezetnek pedig hát sok sikert kívánok, azt tudom, hogy én elviselhetetlen voltam mindig is. Amikor ilyen periódusba kerültem. De az lényeg, hogy igazából most, hogy van ez a bezártság, és van ez a vírus para, úgyis mind meghalunk, aztán feltámadunk, de hogy,
hogy érdemes fokozottabban odafigyelni a szerhasználatra, főleg a legális szerek használatára, tehát gyógyszerek, nyugtatók, alkohol, de az illegális szerhasználatra is. Elég sokan ugye feltankolnak ilyenkor, aztán nagyon hamar elfogy, aztán meg már nincs kesztyű, nincs maszk, nincs, nem érdekel senkit a vírus, csak hogy legyen motyó és izgassa az agyunkat az a kis érzés, amit a cuccad. Úgyhogy óvatosan, és maradjatok otthon. Thank you.